Kedves vendégeim és kedves kivételek! És azért mondom, hogy kedves kivételek, mert a legtöbben azok vagytok, és nagyon-nagyon sokan, akik hozzám jártok, tényleg tudom, hogy kivételek vagytok, és nem is nektek szól ez a videó, hanem azoknak, akik nem a kivételek csoportjába tartoznak, de nézzék meg mégis mindenki, hát ha továbbadjátok, és eljut mindenkihez. És nem akarom minden évben elkészíteni ezt a videót, meg ki szoktam érni a Facebookra is, de a szokásos, megint november van, légy szíves, betegen ne gyertek fodrászhoz. És igen, az is betegségnek számít, amikor beteg voltál, de már mész kifele a betegségből, ugye, ahogy mondani szoktuk, de bizony te még fertőzöl, illetve én szeretnék biztos lenni abban, hogy nem tőled kapom el. Mindenkinek jobb ez így. Nem szeretnék senkire sem haragudni, hogy miatta kell lemondanom a programomat, mert lehet, hogy be van fizetve nekem egy továbbképzés, lehet, hogy színházjegyem van, lehet, hogy elutazom, vagy lehet, hogy csak egyszerűen nem akarok beteg lenni. Mert mondjuk nem akarom lemondani az előre 2-3-4-5 hétre beírt vendégeimet, mert akkor aztán baj lesz. Úgyhogy légy szíves, ha tüneteid vannak, ha beteg vagy, nem baj, ha nem COVID, hanem valami más, akkor sem gyere fodrászhoz. Akkor sem, ha be vagy oltva, és úgy vannak tüneteid. Akkor sem, ha nem vagy beoltva, és úgy vannak tüneteid. Akkor sem, hogyha most kaptál oltást, és amiatt vannak tüneteid. Ne gyere! Ha valami bajod van, felső légúti vagy alsó légúti nyenyere, akkor maradj otthon, vagy menj ahova akarsz, de fodrászhoz, ide hozzám, légy szíves, ne. És most jön az, hogy miért ne. Az előbb már mondtam, nem tudhatod, hogy rám ez milyen hatással van. Nem tudhatod, hogy itt ül-e egy másik valaki, aki éppen mondjuk egy műtétre vár, éppen holnap után utazik el, és nem akar betegen elutazni. Éppen olyan gyógyszert szed, amitől le van gyengítve az immunrendszere. De ez én is lehetek. Tehát, hogy ne, léci. Nem szép dolog ez. Beteg vagy, otthon maradsz. Meggyógyulsz, felhívsz, és hidd el, hogy lesz időpont, meg fogom oldani a hajadat. Nagyon-nagyon fogok örülni, hogy betegen nem jöttél, és nagyon hamar meg fogom csinálni a hajadat. Nem kell heteket, hónapokat várni ilyen esetben. A kísérő. Ha otthon vagy a beteg gyerekkel, de te eljössz fodrászhoz, mert időpontod van, kérlek szépen, ne hozd el a beteg gyereket. Ha otthon vagy a beteg gyerekkel, akinek nézegeted otthon egész nap a gyerekedet, látod, hogy hát ennek még a haja is megnőtt. Ha, elviszem fodrászhoz, úgyis ráérünk, meg hülyére unjuk magunkat itt otthon. Ne! Ha beteg a gyerek, ne hozd el fodrászhoz. Ő is maradjon szépen otthon, amíg meggyógyul, és utána meg fogjuk oldani az ő haját is, jó? Kérlek szépen. Kicsit próbáljátok meg a másik oldalról nézni a dolgokat, hogy nem akarok lemondani. Most gondold el, beteg vagyok, vagy az van, hogy dolgozok betegem, össze-vissza adom-veszem a betegséget, meg a vírusokat, meg a baktériumokat, aztán tényleg világjárvány lesz, vagy pedig nem dolgozom, de akkor lemondok aztán mindenkit, és senkinek nem lesz karácsonyra haja, meg utána se. Úgyhogy ne csináljuk ezt. Tartsuk tiszteletben egymást. Jó kérdés, most teszed fel magadban a kérdést, hogy de mi van akkor, ha én vagyok beteg? Ha én vagyok beteg, akkor az szokott történni, hogy amikor annyira beteg vagy, egyébként ez elég ritka, hozzáteszem, de hogyha annyira beteg vagyok, hogy nem tudok dolgozni, akkor nyilván nem dolgozom. Akkor lemondom a vendégeket, és amint meggyógyulok, azonnal, ahogy tudom, azonnal beiktatom, akár vasárnap, mit töltet meg szoktam oldani. Amikor viszont már jobban vagyok, jobb a közérzetem, és úgy gondolom, hogy tudok már dolgozni, akkor pedig mindig, amikor írok, hogy mikor van az időpontod, és várlak, meg szoktam írni, hogy egyébként ez a probléma, amit fáj a torkom, köhögök, nem tudom, és döntsd el, hogy akarsz-e jönni, vagy nem. Mert ugyanúgy, ahogy nekem lehet színházjegyem, és ez alatt most értsük bármit, program, amit nem akarsz lemondani, vagy csak egyszerűen nem akarsz megbetegedni, tudom, hogy neked is lehet ilyen az életedben, úgyhogy ez mindig ilyen egyéni elbírálás és megbeszélés alá esik. És ezt mindig meg is szoktátok köszönni, és én is mindig megköszönöm, hogyha ugyanígy tesztek, és most is ezt teszem, megköszönöm, hogyha nem jöttök hozzám betegen. Köszönöm szépen, mindenkinek jó egészséget, sziasztok!